A bosszút esküdött magyar had pedig megindult Szicília felé. Nagy Lajos valóságos diadalmenetben vonult végig Itálián. A nagyvárosok egymással versengve fogadták a magyar királyt, aki hálája jeléül több vendéglátóját is lovaggá ütötte. Kápuához érve győzelmet aratott a nápolyi fősereg felett, és ezzel megszerezte csaknem az egész országot. Johanna elmenekült, Lajos bevonult Averzába, ahol lefejeztette az itáliai Anjou hercegek közül a rangidős Durazzói Károly, András egyik ellenlábasát. A többi herceget elfogadta, és Magyarországra vitette.